Most pedig szeretnénk, ha megismernének egy bajnoktornászedzőt. Egy gerincsérülés után 20 évig szenvedett a fájdalomtól. Aztán egy nap nézte a 700-as klubot, és minden fájdalom eltűnt a testéből. Nagyon sokan panaszkodnak a hátukra, de az én hátam tényleg nagyon rossz állapotban volt. Egy csodára lett volna szükségem. Jenin háta egy szörnyű balesetben sérült meg. Éppen az irodájába tartott, amikor egy hirdetőtábla ráesett és összeroncsolt a gerincét. Később csak arra emlékezett, hogy az épület felé sétált. Mielőtt bármiről is tudomást szereztem volna, már 28 nap telt el. Kómából ébredtem fel, és az orvosok mondták el, hogy mi történt, és azt, hogy olyan sérülést szenvedtem, ami miatt nyomorék leszek. Nem leszek képes járni, beszélni, sőt, a kezemet sem tudom majd használni. A gerinc alsó részén az idegek becsípődtek, és a hát alsó részétől lefelé, a vádlíjig, néha a lábfejig is fájdalomtól szenvedett a beteg. Ez a díjnyertes sport edzői pályájának a végét jelentette. 8 hónapig fizikoterápiára járt, és miután kikerült a kórházból, megtanult újra járni és beszélni is. De az idegsérülése miatt alig tudott bármilyen házi munkát ellátni. 20 évig szinte mindene fájt. Nagyon nehéz volt az élet, de elhatározta, hogy tevékenységeit folytatja. Az egyik nap nehezebb volt a másiknál. Mankot és botot kellett használnom. De akkor is felkészítettem a tanítványokat. Elindultak a versenyen. Közben elkezdte nézni a 700-as klub adását, és egy nap... Pat úgy imádkozott egy hát problémáról, hogy tudtam, ez csak is én lehetek. Azt mondta pontosan, hogy valakinek a gerincoszlopában idegbecsípődés van, ami részleges bénulást okoz, és hogy most érezni fogom, hogy Isten meggyógyít a Jézus nevében. Tudta, hogy meggyógyult, és azóta sem volt fájdalma. Az orvosok is alátámasztották a változást. Amikor bejött hozzánk, már nem volt fájdalma. Az izmai sem voltak begyulladva vagy megdagadva, és a tartása tökéletes volt. Újra taníthat és részt vehet az edzéseken. Nagyon hálás ezért Istennek. Ezt el kell mondani az embereknek. El kell mondani, hogy Isten ma is gyógyít. Amit mi emberek nem tudunk megérteni, az az, ahogy Isten az időt kezeli. Én 20 évet vártam, de most be fogom hozni.